kezdődjön az időutazás. Kislány kezeket fel, most egy kis szerelem kell, mit játszik az én szívemben? Ez az egyik legkedvesebb korom. Van egy különleges múzeum Magyarországon, ahol nem csak megtekinthetjük a régi emlékeket, tárgyakat, hanem át is élhetjük az akkori mindennapokat. Gyertek, megmutatom! Szia Zsolt! Szia, Erika, nagyon örülök, szia. Hogy találkoztunk. Úgy érzem magam, mint egy filmforgatáson lenni. Pedig ez a Szentendrei Skanzen, annak is a legújabb attrakciója az Erdély tájegység, a Székely kisváros, és hogy látod, nem csak épületek, nem csak tárgyak, hanem élő emberek, történetek fogadják a látogatót, egy igazi időutazás. Úgyhogy ha van kedved, akkor most átöltözhetünk, és része lehetsz egy igazi időutazásnak. De jó, benne vagyok, menjünk! Kezét csókol, nagyságos asszonyom! Úgyhogy rögtön jó napot kívánok! Mivel szolgálhatok magának? Nagyon szeretnék egy régi öltözéket. Akkor nagyon jó helyen jár. Ami itt nincs, az az egész országban nincs, az így tessék nekem elhinni. Szerintem öltözz át, Erika. Rendben. Kezdődjön az időutazás. Időtlen kalandok, örök trendek. Június 24-én vár a múzeumok éjszakája. Hogy érzed magad ebben a ruhában? Ó, nagyon jól. Egyből szerepbe kerültem. És nagyon jól kiemeli az alakot. Ebben az időben ugyanis már figyeltek a hölgyek arra, hogy ne csak illendően öltözzenek, de fel is keltsék a figyelmet. Ez egy csokoládé. Üdvözlöm. Urak is vannak errefelé. Illett a szemükben nézni ebben a korban? Abszolút, sőt, most egy titkos üzenetet váltottak egymással. Nálunk is minden megtörténhet a múzeumok éjszakáján, hiszen a szerelem és az udvarlás lesz a tematika. Nem csak attól lesz interaktív nálunk az élmény, hogy ilyen szép ruhákat lehet felvenni, hanem valódi táncmulatságot is rendezünk, piknikkel, szerelmi jóslással. Trendben vagyunk! Múzeumok éjszakája. Az éjszaka, amikor minden életre kell. Ahogy látod, itt minden él, valóban lehet biliárdozni nálunk, és kipróbálni a legfinomabb kávékat és süteményeket. És ez itt? Így van, hát a kasszírnőnk is éppen fogyasztja a kávéját. Innen szolgálták ki a legfinomabb portékát, azokat a cigarettákat és alkoholokat, amikhez senki más hozzá nem férhetett. Nagyon helyesen helyezted el a tárgyaidat, a napernyő és a kis táska is nagyon jó helyre került. Ösztönösen, mert ez az egyik legkedvesebb korom. Az Eszterházi az egyik legdivatosabb vajkrémes sütemény ebben az időben. Az Eszterházi családról nevezték el, hiszen az ők kedvenc süteményük volt. Idén a múzeumok éjszakáján beöltözhettek, sétálgathattok, kávézhattok, vagy éppen megkóstolhatjátok ezt a finom Eszterházi tortát. Vagy éppen szerelembe eshettek Szent Iván éjjelén, amikor is ez lesz a tematikája itt a Szentendrei Skanzenben az éjszakának. Június 24, múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.